Ugyan évadónk egy legendás hírű gépész, mérnök, professzor volt a Műszaki Egyetemen. A névadó Pattantyús professzor is büszke lenne a nevét viselő középiskolára, ahol minőségi műszaki oktatás zajlik. Ennek pedig nem csak az intézmény, de a győri cégek is örülnek, hiszen a págiszosok komoly szakember utánpótlást jelentenek az Audinak és több beszállítójának is. Az első között szót értettünk egymással, és itt ha szabad megköszönnöm David Tóth úrnak, az ügyvezető igazgató úrnak a segítségét. Ők belátták azt, amit hál' Isten egyre több cég belát, hogy ha egy fiatal munkaerőt fölvesznek, akkor nem biztos, hogy azzal kell kezdeni, hogy megtanítják azt a technológiát, ami az ipari létesítményben van, hanem ezt a technológiát ők átadják az iskoláknak, és már az iskolapadban a gyerek képes megtanulni a robotnak, vagy bármilyen berendezésnek a programozását, az üzemeltetését. Nekik ez egy helyzeti előny lesz, mert amikor fölveszik ezeket a diákokat, akkor azonnal a termelésbe be tudják őket fogni. Ha kíváncsiak rá, hogy mit tud a Pagis új, nem aktól kapott robotja, és hogy milyen tervei vannak az iskolának 2014-ben, akkor nem ulasszák el a híradó után kezdődő Konkrét című műsorunkat.